szekér évszázadokon át a magyar parasztgazda legfontosabb gazdasági eszköze, legféltettebb értéktárgya, legnagyobb büszkesége volt. A 17. század végére, 18. század elejére nagyjából kialakult az a forma, amit mai napig ismerünk. Körülbelül az 1950-es évekig szinte változatlan szerkezetben, kivitelben készítették. Természetesen helyi változatai, különböző szerkezeti megoldásai kialakultak, de alapvetően egy általános forma az egész magyar lakta területre jellemző, a négylőcsös oldalmegtámasztásos megoldású szekér, amelyik kühafás, hürgettyűs forduló szerkezettel rendelkezik. Ez teljesen általánosan elterjedt. A különböző gazdasági erővel rendelkező parasztgazdák különböző szekereket használtak. Kialakult egy általános forma, amit egy közepes parasztgazda minden célra tudott hasznosítani. Ez a gazdasági feladatokat is ellátta, fuvarozásra is alkalmas volt, de még az utazásra, még a reprezentációra is alkalmas volt, lakodalomba is el lehetett vele menni. Mi egy ilyen szekeret készítettünk el. Ez a könnyű magyar parasztszekér, ez egy átlagos parasztgazda mindenes eszköze volt. Épp úgy kijárt vele a szántóföldre dolgozni, a betakarításhoz használta, de azért arra is megfelelő volt, hogy vásárba elmenjen vele, vagy akár lakodalomba is használhatta. Egy olyan szekeret akartunk elkészíteni, ami minden szempontból reprezentálja a tipikus könnyű magyar parasztszekeret. A magyarországi kovácsműves cég, a magyar díszműkovácsokat egyesítő szervezet régóta foglalkozik a magyar parasztszekér jellemzőivel, tanulságaival, hiszen ez a szerkezet túl a ipartörténeti, néprajzi érdekességén a mai tervező művészeknek is jó tapasztalattal szolgálhat, hiszen egy rendkívül érdekes szerkezet és igen érdekes tárgyformáló díszítő művészeti projektum is. Mi a céghel azt tűztük ki célul, hogy elkészítünk egy ilyen szekeret, és a gyakorlatban megtapasztalva tudjuk átélni ennek minden érdekességét, szépségét, jelentőségét. Így fogtunk bele különböző kovácstáborok folyamán egy szekér készítésbe, amit aztán egy olyan folyamattá tudtunk átalakítani, amikor egy idős bognármester bevonásával már a famunkákat is el tudtuk készítetni, és az elkészült famunkák megvasalásával teljesen végig tudtuk ezt a folyamatot követni, elkészíteni a szekeret, és a végén aztán összeállítani, kipróbálni, és reményeink szerint olyan alkotást hoztunk létre, ami számos tanulsággal szolgál nem csak nekünk, hanem esetleg a nagy közönség számára is. A magyar parasztszekér egyik legfőbb jellegzetessége, hogy nagyon könnyen, gyorsan szétszedhető és összeállítható, a fő szerkezeti egységeire bontható, használaton kívül akár padláson tárolható, és mindenféle szerszám nélkül, maximum egy kis könnyű kalapács segítségével nagyon könnyen, gyorsan összerakható. Más kerekes járművekhez képest tulajdonképpen alvász szerkezete sincsen. A két fő egység, a szekér eleje és a szekér hátulja egyetlen rugalmas,
hosszú rúddal, az úgynevezett nyújtóval kapcsolható össze, és a két egység már is egy használható járművé állt össze, ami aztán sokféleképpen variálható. Az eleje és a hátulja lényegében két villás szerkezetű, nagyon hasonló szerkezet, a tengelyre fektetett vánkos fák fölé a párnafák vannak, úgynevezett cukpántokkal erősítve, közéjük pedig elől a rúdszárnya, hátul az ágasfa villás szerkezete van beépítve, és az eleje tulajdonképpen abban különbözik, hogy kicsit nagyobb terjedelmű, mint a hátulja, elől a rúdszárnyak elejére egy egyenes keresztrúd van ráfektetve, ez az úgynevezett förhinc vagy felhérc, és rendkívül fontos szerkezeti elem ez a nagyon egyszerű kis fadarab, amit fergettyűnek vagy fürgettyűnek hívnak. Tulajdonképpen ez teszi lehetővé a szekér elejének elfordítását. Ez az elem fekszik az úgynevezett szekérderék alatt, ami szintén nem egy kocsiszekrény szerkezet, nem egy merev vagy egy fix összeállított doboz, hanem két oldalból, meg fenékdeszkából áll, alattuk a fürgettyű, és a fürgettyű alatt a derékszög körül tud elfordulni a kerék eleje. Most a fürgettyű forog, de hát persze, amikor megy a szekér, akkor nem a fürgettyű forog, hanem alatta fordul el a szekér eleje. És ez az egyetlen kis vasrudacska, az úgynevezett derékszög, ez kapcsolja össze a nyújtóval, a nyújtón keresztül a szekér hátuljával. Kezdjük el a szekér összeállítását. Először is a kerekeket húzzuk fel a tengely végekre, a tengely nyársakra, vagy tengely csapokra. A kerekek agyában egy persely van. Ezeket szépen ráhúzzuk a tengely végre. Amikor a kerekek fölkerültek a helyükre, akkor jól láthatjuk, hogy a szekér eleje és a hátulja annál akár önálló kétkerekű járműként is megállja a helyét. A kocsi történészek szerint a szekér kétkerekű taliga összekapcsolásából jött létre. Most mindjárt láthatjuk, hogy milyen egyszerű ez az összekapcsolódás. Az úgynevezett nyújtó segítségével. Ezt behelyezzük először a szekér elejének a tengelyágya és a vánkos fája közé. Ráhelyezzük a fürgettyűt a már emlegetett derékszöggel. Helyére dugjuk a derékszöget. Itt esetleg már szükség lesz egy kis szerszámra is. Helyére kocogtatjuk a derékszöget. Ezután a nyújtót behelyezzük a hátulja, tengelyágya és vánkos fája közé. Gyakorlatilag összeállt a jármű. Most a már emlegetett nagyfokú variációs lehetőséget az adja, hogy különböző tengelytávolságokat lehet meghatározni. Lehet a nyújtó még ennél hosszabb is. Hosszú rakomány esetén a hosszú nyújtón hátraeresztik a szekér hátulját, ott teszik be a nyújtószöget, és akkor nem a átlagos, szokásos oldalt, hanem úgynevezett hosszú oldalt tesznek föl. Ezt majdnem minden paraszt gazda tartott hosszú oldalt is otthon.
vagy akár oldal nélkül is működhet a szekér. Ha olyan rakomány van, például rönkfa, akkor simán végigfektetik a fürgettyűn és a hátsó vánkosfán, aztán lánccal összekapcsolják, és kiválóan működik így a szerkezet. Mi a szekerünket az általános használatnak megfelelő nagyjából 2 méteres tengelytávolsághoz állítottuk be. Ennek megfelelően fúrtuk meg a nyújtószek számára a lukat, és akkor erre a távolságra rögzítjük egy egyszerű vas rudacska segítségével, a úgynevezett nyújtószek segítségével. Minden szekére megfigyelhetjük, hogy a hátsó kerekek lényegesen nagyobbak, mint az elsők. Ennek az az oka, hogy így a hátsó kerék magasságával kiegyenlítsük azt a különbséget, ami a szerkezet magasságában az elejénél mutatkozik, hogy ott a fürgettyű még megemeli a fenékszintet, sőt, kívánatos is, hogy előre lejtsen egy kicsit a fenék, hogyha rászkódik a rakomány, az inkább előre csúszson, mint hátra. Úgyhogy körülbelül egy olyan közel 10 centi különbséggel szokták a két kerék méretet elkészíteni. Amikor így összeállt az alépítmény, akkor már is rakhatjuk fel az úgynevezett szekérderéknak az alkatrészeit, ami az oldalakból áll. Ezek is nagyon egyszerűen kapcsolódnak a meglévő szerkezethez. Beemeljük őket a helyükre. Hátul az oldal egy rakoncafészek segítségével kapcsolódik az úgynevezett rakoncához. Ezek régen nem ilyen kis rövid csapok voltak, hanem hosszú farudak, azok támasztották meg az oldalt. Aztán a lőcs elterjedésével ez így elcsökevényesedett, és egyszerű kis vascsappá alakult, amire ráhelyezzük a rakoncafészket. Aztán majd az oldalt a lőcs fogja támasztani. Szekér elejénél általában nincs olyan kis vasrakonca, mint hátul. A fürgetyűbe egy úgynevezett falevél van becsapolva. Ez is az egykori nagy, hosszú farakoncáknak a elcsökevényesedett változata. Ezeknek egyszerűen neki támaszkodik a szekér oldal alsó rúdja. Ezután következik a lőcs behelyezése. Befűzzük a szekér oldal kengyelébe, az alsó karikát fölhúzzuk a tengelyvégtokra, az úgynevezett csatlás karikáját föltesszük a helyére, majd a záró úgynevezett máriaszeget vagy kerékszeget a helyére beütjük. A fenékdeszka belülről megtámasztja az oldalak alsó rúdját. Legtöbbször nem is táblásítják így a fenékdeszkákat, mint a mi esetünkben, hanem önálló pallókat fektetnek idebe. És akkor, ha például takarmányt, szemesterményt, vagy más ilyen homokot, sódert, földet szállítanak, vagy más olyan ömlesztett árut, akkor a leürítés roppant egyszerű, kihúznak egy pallót, már csurog is le a rakomány, aztán legördülnek a szekérrel, és pillanatok alatt leürítik a szekeret. A saroglyák a szekérderék lezárására szolgáló rácsos szerkezetek, ezek a lőcsökhöz hasonlóan a szekér küllemét, megjelenését nagyon meghatározó jellegzetes alkatrészek. Ezek is nagyon egyszerűen vannak rögzítve, pillanatok alatt leemelhetők. Természetesen nem minden esetben szolgálnak ezek lezárásul, hiszen ha, mint az
előbb emlegetett gabonát vagy más ilyen ömlesztett rakományt visznek, akkor egy zárt valamilyen szerkezet kell, ami nem engedi lecsorogni a rakományt. Az úgynevezett súberek, deszka lezárók szolgálnak ilyenkor, amit egyszerűen zsilipelve helyeznek be az oldalak közé. 19.-20. századra a magyar paraszti világban a legelterjedtebb fogatolási mód a két lovas, egy rudas fogatolás. Ennek megfelelően van kialakítva a mi szekerünk is. Olyan rúdszárnya megoldás alkalmaztunk, ahova a szekérrúd betolható, két hámfa vagy kisef van akasztva a fölhincre. Ahhoz, hogy fogatoláshoz előkészítsük a szekeret, már csak a rúd behelyezése van vissza. Ezzel szekerünk elkészült a használathoz. A szekér elkészítésébe azért vágtunk bele, hogy ezt a valószínűleg végleg eltűnő munkafolyamatot dokumentálhassuk. Nagy szerencsénkre Szombati Gábor kovács cétagunk zsámbéki műhelyéhez közel Híregen találtunk bognármestert, aki vállalkozott a feladatra. A cétagjai közül többen örömmel vettek részt a munkában. A stáb vállalta, hogy a két műhely között folyamatosan ingázva megcsinálja a dokumentációt. Körülbelül 6 hétig tartó munkával a felvételek elkészültek. A szekérkészítésben a bognár és a kovács szoros együttműködésére van szükség. Mindig is igyekeztek egymás mellé települni, kisegítették egymást, főleg ha nem volt saját segédjük. A gépesítés nagyon megkönnyítette, meggyorsította a munkát, elsősorban a bognár esetében. A híregi Vég László bognármester már fiatal korában felszerelte magát szallag- és körfűrésszel, villanyhajtású esztergával, és még tárcsás csiszolót is fabrikált magának. Ezekkel mintegy 4-5-szörös hatékonyságot ért el a fáradtságos kézi munkákhoz képest. Amikor felkértük szekerünk famunkáinak elvégzésére, már évtizedek óta ilyen munkát nem csinált. De rögtön elvállalta, hiszen, mint mondta, nem vagyok én öreg, még 84 sem vagyok, csak jövő héten leszek. A munkát az eleje rúdszárnyainak kivágásával kezdte, ez a legnagyobb és meghatározó jelentőségű alkatrész. A tengelyágy, a vánkosfa, a fölhinc és a juha vagy ihafa kialakítása után az összeállítás következett faszegekkel. A tengelyágyba a tengely vastagságának 2/3-ig be kell süllyednie. Véséssel ki kell alakítani az ágyat. A tengely bepróbálása, beillesztése után sor kerülhetett a szekér eleje bevasalására. Az erősítő, merevítő vasakat csavarozásokkal rögzítettük a helyükre. Ezeket a vasalatokat a kovácsok évszázadokig változatlan módszerekkel készítették el. A kovácsmesterségben nem következett be olyan nagymértékű gépesítés, mint a bognárságban. Szinte csak a fújtató ventilátor villanyhajtása jelenti a modern technikát. A szekér elejéhez készült vasalatok közül a rúdszárny erősítő borítás a legnagyobb, olyan hosszú, hogy célszerű 2 darabban készíteni, aztán kovács tűzi hegesztéssel egyé varázsolni. Az elejének és hátuljának nagyon fontos vasai a cúkpántok. Ezek a csavaros végű kengyelek. Ezek tartják egyben mind az elejének, mind a hátuljának összes elemeit,
a tengelyeket beszorítják a tengelyágyakba, összefogják a tengelyágyakat a vánkos fákkal, a közéjük helyezett rúdszárnyakkal együtt, illetve hátul az ágasfával. Az U alakú szorító pántok végére egy-egy két lukú, kétszárnyas fedél készül, melyek csavaranyákkal lesznek a helyükre erősítve. A szekér eleje jellegzetes eleme a csatlás, avagy fellépő. Mint kettős elnevezése mutatja, kettős szerepet betöltő elem összeköti a tengely végeket a felhinc végeivel, megkönnyíti a szekér derékba fellépést. A négyzetes rúdanyag végén egy hasítással kialakított gyűrűt kellett kikovácsolni, amit majd a tengely végére lehet felilleszteni. Aztán a fellépő funkciónak megfelelő formára hajlítás után a szinte kötelező díszítő csiga motívum elkészítése és felhegesztése következett. A szekér hátulja, fáinak elkészítése szinte teljesen megegyezik az elejének a darabjaival. Különbség csak annyi, hogy az ágas faszárnyai rövidebbek a rúdszárnyaknál, nem nyúlnak túl a tengelyen, nem hordoznak a végükön egy keresztrudat, mint az eleje juhafája. Az ágas faszárnyainak elülső végei egymás mellé vannak passzítva, közéjük nem kerül semmi, nem úgy, mint a rúdszárnyak közé a kocsirúd. A hátulja felvasalása nagyban hasonlít az eleje vasalásához, de kevesebb elemből áll. Az ágasfa erősítő borítása a rúdszárnyakétól eltérően egyetlen darab vasból hasítással készül, a két szárny kialakítása után a szárnyak végére széles levélformát kovácsoltunk, ezek majd szinte körülölelik a faszárnyakat. A szekér legfontosabb, legsúlyosabb, legértékesebb vas elemei a tengelyek. Ezeket a 19. és a 20. században a vasgyárak, korábban a hámorok állították elő, vagy egyáltalán nem használtak vastengelyeket, hanem a tengelyágy helyén egy roppant erős fatengely volt, két végén marokvasokkal erősített tengelycsapokkal. Ma már a gyárak nem állítanak elő szekértengelyt, de kézi erővel vastengelyt készíteni legfeljebb olyan kovács műhelyben lehetne, ahol a mesteren kívül két-három ráverésben gyakorlott segéd is dolgozik. A mi tengelyeinket német Szabolcs devecseri kovácsmester készítette
rugós gépkalapács alatt, fiatalkorát meghazudtoló felkészültséggel. Két tengely annyiban különbözik, hogy az elsőnek a közepénél egy kör alakú kiszélesedés van, ahol a tengelyt át kell lyukasztani, ebbe a lyukba kell majd beledugni az úgynevezett derékszöget, ami körül a szekér eleje el tud fordulni. A lyukasztás után a tengelyágynak megfelelő ívelés, majd a tengelynyársak vagy csapok beállítása következett, a kismértékű kerékdőlés és összetartás biztosítására. A szekérnek, mint minden guruló járműnek, legfontosabb alkatrészei a kerekek. A kerekek legfontosabb részei, mint nevük is mutatja, a kerékagyak. A kerékagyakat szilfából esztergálással készítette el a bognármester. Ez a fa kemény, szívós, homogén szerkezetű, ellenáll az idő vasfogának. Szekerünk összes többi más fa része kőrisfából készült, ami keménysége mellett rendkívül rugalmas anyag. A hármas osztású, a középen legvastagabb agy megformálása után a tengelyük előfúrása következett, egyenlőre csekély lyukátmérővel, a bepuskázás, a puskának nevezett persely befúrása, beütése a kerékkészítés utolsó fázisa lesz. A küllők agyfelőli csapjának befogadására a lyukakat előfúrással, majd véséssel alakította ki a mester, nem egysorban elhelyezve, hanem váltakozva egy-egy centis eltolással, ezzel is növelve a kerék terhelhetőségét. A küllők egyszerű, ovális keresztmetszetű, külső végük felé folyamatosan vékonyodó rudak, kivágások után a mester vonókéssel faragta végső formájukra őket, alsó végükön kialakította az agyba illeszkedő csapokat. A kerék külső kerületét képező keréktalpakat az újabb időkben szintén fűrészeléssel alakítják illesre. Régebben gőzöléssel, talphajlító présben görbítették meg őket. Ez abban az időben, amikor még vasalatlan, úgynevezett fakószekreket használtak, elengedhetetlen volt. A kifűrészelt talpak az erősítő abroncs, a ráf vagy más néven zsing nélkül összetörtek volna. A kifűrészelt talpak végeibe középen egy-egy kisméjségű bevágást csinált a mester, ennek értelmét később látni fogjuk. A kerék összeállítása előtt az agyat meg kell vasalni, a küllők beverése során szétrepedhetne, ennek megakadályozására a küllőlyukak mellé mindkét oldalon erős vaskarikát kell készíteni és melegen felütni, hogy kihűlésük után erősen szorítsák össze az agyat. A küllők beverése során ügyelni kell arra, hogy a küllők csekély mértékben kifelé dőljenek. Ezt már a küllőcsapok kialakításakor figyelembe kell venni, de mindez nem valamiféle pontosan kiszámított, kiszerkesztett mérnöki munka, hanem érzés és szemmérték alapján történik. Ha egy küllő nem a kívánt dőlésszögben akarna a helyére beállni, akkor a segéd igyekszik a helyes irányba húzva jobb belátásra bírni. A küllők beütése után a talpak felrakásával a mester meghatározza a küllők hosszát, és következik a bokázás, azaz a külső küllőcsapok kialakítása, melyekre majd a talpak illeszkednek. A csapok végébe kissé belevág a mester, hogy majdan a talpakat fel lehessen ékelni. Ezután már fel lehet ütni a talpakat a helyükre.
talpak közé, az előre befűrészelt résbe, kis háromszög alakú vaslemez ékeket üt a mester a talpak oldalirányú elmozdulásának megakadályozására. Már csak a végső formára igazítás, a talpak oldalának kónuszosra faragása, a talaj felőli felület enyhén kifelé lejtősre csiszolása, és az egész kerék csinosítása van hátra, reszeléssel, csiszolással és cikkolással, ami egykor megkeserítette a bognárinasok életét, hiszen ezzel az éles lapos vassal kellett elvégezniük az összes csiszolási műveletet. Hogy a kerék teljesen készen legyen, még az agy külsős belső végeire kell a síp és sárkarikákat elkészíteni és felütni, amit melegen végez el a kovács, hogy a vas tökéletesen és szorosan illeszkedjen a fára. A ráf, vagy shing, avagy sin, tehát a kereket körülölelő abroncs elkészítése a lapos vas meghajlításával kezdődik, amit legalább három ember tud elvégezni. A lapos vas egyik végét rögzíteni kell a kerék egyik talpára, egy kengyel és egy ék segítségével, majd a kereket körbehajtva a vason a vas felveszi a kívánt ívet. A hajlítás után a karika még visszarugózik, ezt még az ülőn utána kell hajlítani. Az elkészült karikán a kereket végiggördítve a pontos méret meghatározható. A kerék kerületénél a ráfot 1-1,5 cm-rel szűkebbre szabjuk, hogy a kereket majd nagyon erősen egybe tartsa. Az így kimért ráfot most már össze lehet hegeszteni. Először egy hegyes szerszám beütésével egy ideiglenes kötést érünk el az összehegesztendő végek között, aztán az olvadáspont közelébe hevítve a szikrákat hányó úgymond hiccelő vasakat egybe kalapálva a hegesztést elvégezzük. Ezután ellenőrizni kell a méretet. A kereket újra végig gördítjük a karikán. Ha az indulási jelnél az érkezéskor a jel mintegy 1,5 cm-rel tovább ér, a méret jó. A kész ráf belső felületének egyik oldalát kissé lejtősre kalapáljuk, kikáfoljuk, hogy a kerékrehúzást megkönnyítsük. Következhet a ráf felhúzása. A ráfot rőzselángon fekete melegre hevítjük, a kereket bakokra fektetjük, a meleg ráfot ráhelyezzük, és ráfhúzók kampós végű rudak segítségével a keréktalpakra ráhúzzuk, és gyorsan lehűtjük. Ha jól dolgoztunk, a kihűlő, összehúzódó ráf alatt ropog a kerék. Ha a bognár nem jól dolgozott, még az is előfordulhat, hogy a kerék összeroppan, a küllők kifordulhatnak az agyból. Lehűlés után, amíg esetleg szükséges igazításokat kell elvégezni, a ráfot a talpra ütni, nem a talpat a ráfba. A puskákat, a kerékagyba kerülő persejeket az előfortjuk kónuszos kitágítása után lehet a helyükre beütni. Ehhez kanalas puskafúrókat használunk. A bakra tett kerék agyába több ember összmunkájával lehet a puskának megfelelő lyukat bemarni. A puskán lévő, az elfordulást akadályozó fülek helyének bevésése után a puska a helyére beüthető. Ezzel a szekér teljes alépítménye elkészült. Következhet a felépítmény, a szekérderék. Ennek két alapeleme, a két szekér oldal. Ezeket akár létrának is vélhetnénk, főleg, ha mint igen sokszor nem deszkázzák be őket. Egy létrától csak abban különböznek, hogy a két hosszú rúd nem egyforma, az alsó vastagabb, és a fokok, amiket itt zápoknak hívnak, belül laposak, hogyha a gazda úgy gondolja, bedeszkázhassa. Kívül domborúak, főleg esztétikai megfontolásból.
tele van az udvar a kárti bútorra. Az elkészült szekéroldalakat meglehetősen sok vasalattal kell ellátni. A felső rudat, amit általában felső durungnak hívnak, teljes hosszában legalább a felső felületén egy fél domborúra hajlított lapos vassal kell borítani. Ez a felület a használatban sokat szenved. A felső és az alsó durungot összekötő pálcákkal kell egybefogni. Ezek fent körbilincsel kapcsolódnak a rudra, ezek a bilincsek a borító vasat is rögzítik. Az oldal közepére egy nagy méretű kétszer Z formára kialakított merevítő vas kerül. Ez a vas alatt díszíti is a szekeret. Az alsó durung mindkét végére egy-egy saroglya horog kerül, amiket a felszegelés után szorító lemezpánttal rögzítünk. A felső durung külső oldalára a tengelytávnak megfelelő távolságra két lőcsgúzs vas kengyel kerül, a majd még szóba kerülő lőcsök befogadására. Ezeket a lőcsgúzsokat körvasból készítjük, megfelelő hosszúságúra leszabott kerek rúd mindkét végére gombot kovácsolunk, majd omega formára meghajlítjuk őket. Az oldal durungra való felcsavarazáshoz szemes csavarokat készítünk. Az oldal közép nagy merevítő vasát három darabból alakítjuk ki. A középső szilva mag formájú idom meghajlítása után az összeillesztett végeket tűzi hegesztéssel egyesítjük, mindkét csúcsára egy-egy csígás ágat hegesztünk, az egyik az alsó, másik a felső durunkhoz fog kapcsolódni. Az oldalak első végére még egy-egy szív alakú díszítmény készül, ezek sem puszta díszítő elemek, merevítik a szerkezetet, és ezen kívül a gyűrűs végeikbe be vannak fűzve a saroglya karikák. A lőcsök nagyon jellemző elemei a magyar szekereknek. Az oldal kitámasztással azt a rendkívüli hatást is szolgálják, hogy az oldalakra nehezülő súlyt a tengely végekre levezetik, így a tengelyek sokkal egyenletesebb terhelést kapnak. A lőcsök ívelését is fűrészeléssel alakította ki a bognár, ezért fontos, hogy erősítő vasalásokat kapjon. A lőcsök a tengelyvégekre egy gyűrűvel csatlakoznak,
ezeket a lőcsküpük végén alakítjuk ki. A lőcsküpüket melegen tesszük fel a lőcslábakra, így tökéletes az illeszkedés, és a faanyag csirátlanítását is elérjük. A szekérderék első és hátsó lezárására szolgálnak a saroglyák. A hátsó meg is hosszabbítja a rakteret, itt sokszor olyasmi is elhelyezhető, ami a derékban nem férne el. A saroglyát ívelt oldalakkal, ezeket összekötő egyenes lécekkel, a szekérderék keresztmetszetének megfelelő trapéz alakra készíti el a bognát. Az ívelt oldalak vas erősítést kapnak. A keresztlécek közé sűrű pálcasor kerül, a pálcák felső végére gombot formál a kovács. A vasalatokat felszegelésük után még lemezpántokkal is rögzítjük, ezek a fa alkatrészeket is összefogják. A saroglyákkal a szekér utolsó alkatrészei is elkészültek. A szerkezeti egységekből percek alatt összeáll a kész szekér. Az elkészült szekeret tartós letétként a Szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeumban helyeztük el, ahol a szekérkiállítás demonstrációs része. A skanzenben szekerünket ki is próbálhattuk hagyományos kétlovas fogatolással.